Na, sziasztok! Én Alex vagyok, és a mai videóban, igen, ismét egy videó van, ez nagy szó nálam. Be fogom jelenteni, hogy mégis melyik spawner nyerte ugye a választást, hát a szavazást, igen, tehát volt egy szavazás, aki lemaradt volna DC-n, hogy ugye bekerüljön egy új spawner. Ugye nyilván a legtöbb toppos azt mondta, hogy ne kerüljön be, tehát ez nem volt meglepő, hogy azok erre fognak szavazni. Na mindegy, viszont nem az lett a többség, tehát a 27%-a szavazott csak arra, tehát 20, majdnem a 25%, ugye, hogy hogy ne legyen új spawner. Tehát a maradék 70, 73 azt hiszem, tehát 73 százaléka arra szavazott, hogy legyen spawner. Magyarán lesz új spawner, és majd a videó végén ki is fog derülni, hogy melyik spawner lesz az. Addig viszont elhúzom egy kicsit az időt, csak hogy azért értitek, na hát azért. Azért, na, tudjátok, ki kell húzni az időt. Szóval, arról akartam még beszélni ebben a videóban főleg, hogy ugye most a 6.0 hát folyamatban van. Folyamatosan, ezt jól megmagyaráztam, na mindegy, tehát folyamatosan ugye jönnek ki az a 6.0-as update-ek. És beszélni akarok igazából, hogy mi várható. Na, tehát aki egyébként eddig lemaradt, hogy milyen update-ek jöttek, azt DC megtalálja. Igazából nem nagyon szeretném még egyszer elmondani, max néhány dolgot fogok elmondani, mi nagyon fontos. Na mindegy, tehát ami mindenképp update-elve lesz még a 6.0-ban, az a Káosz világ, tehát egy teljesen új map lesz. Egy nagyobb map lesz, és sokkal jobb map lesz, mint a mostani. Ja, valljuk be, a mostani is tök jó OG, meg minden, de azért na, azért már elég régi, tehát ez már egy éves szerintem. Írták még egyébként, hogy legyen új Silver Cloud Spawn, viszont ezt le is szavazták egybe a többi játékos. És még azt is mondták páran, hogy legyen a régebbi Silver Cloud Spawn, amiről még lehet indítok majd szavazást, nem tudom, majd kiderül. De egyelőre marad a mostani, tehát ezt nem akarom változtatni. Egy a biztos, hogy a Chaos map az változtatva lesz. Aki lemaradt volna, ugye a bányáknak a mapja már változtatva lett, az összes le lett cserélve, plusz még egy új bánya is került be, amit sok ember nem tud. De például készítettek olyan videót, hogy úristen, 6.0-ba érkezett be az új bányamappok, ami már régebben bent volt. Csak nem vették észre, ugye. De ja, tehát itt van ez a bánya, sima bánya. Leggyengébb ugye az összes közül. Aztán itt a VIP bánya. Nagyon szuper. Mutatom az elit bányát. És annyi lett változtatva, hogy aktiválni. Ha aktiváltok egy bányai jogot, akkor csak egy napra lesz érvényes, ugye? Tehát ez ilyen SpaceX stílusú. Itt van Elvis, tőle tudtok Dragon Chalkányt beváltani, és ugye sok ember kereste, hogy na, de hol a másik, ugye az Eagle Destroyer, hogy ezt hol lehet aktiválni. Hát most megmutatom ebbe a videóba csak nektek, mert kedves vagyok. Én senki másnak nem fog megmutatni soha többet. Ultra bánya kell hozzá egyébként. De ez gondolom már sok ember kitalálta. Tehát ez az új bánya, ez a legnagyobb és hát a legjobb. Abban a szempontból is a legjobb egyébként, hogyha ástok, akkor néha lehet találni gold blokkokat, amiket ha kiszedtek, akkor le tudjátok rakni szintért. Tehát lényegében ingyen szint. Na mindegy. Tehát itt van Elvis, csak egy kicsit mutálódott szegény. És itt az Eagle Destroyer, tehát itt kell jutom minden hozzá, majd egy update-elve lesz a lista folyamatosan, például a Spring helyett Summer. A új csákány is ide valószínűleg be fog kerülni, ugye ami kell, amit most fogtok majd kapni. Ja igen, nem is mondtam, pedig akartam mondani, Summer Quest 7 van. Most tartunk azt hiszem a harmadik vagy a negyedik napnál, ugye meg lett hosszabbítva. Amiatt meg nyaraltam, és pont felkerült egy nagyobb bug, és vissza kellett állítani a szervert addig. Na mindegy, tehát még egy napos backup se lett a végén, tehát 15 órás backupról van szó. Mindegy, annyi a lényeg, hogy gyertek fel,
Mert mindig kérdezitek, jaj, mikor lesz Quest 7, aztán egy csomó ember nincs is itt, hogy Quest 7 hetezzen, tehát elég szomorú, nem hiszem el. Na mindegy, tehát ezt mindenképp el akartam mondani, hogy van ugye a Quest 7, az most jelenleg érvényben van, 10 napos, itt meg is mutattam egyébként, 10 napos itt a Quest 7. Tehát most már nem egy héten, meg van hosszabbítva 3 nappal még, tehát 10 napos ez a quest. Meg ugye itt vannak még a napi küldetések, amiket érdemes néha-néha megcsinálni. Attól függ, mi a küldetés, ha nagyon nehéz, akkor a legtöbb játékos csak kihagyja azt se. Akinek meg kell a lucky kulcs, az meg megcsinálja. Tehát ez, ja, ez ilyen. Na mindegy. Ami még nagyobb változtatás, és sok ember nem tud róla, hogy a MOBA arénában már sokkal, de sokkal több kulcsot kaptok, és már nem olyan hülyén van, mint eddig, hogy a Wave 100-nál kapsz egy drakoni kulcsot, aztán hajrá, hülye gyerek, legyél el, hanem most már folyamatosan kaptok kulcsot, tehát lényegében végtelenig lehet menni a Wave-eken, ugye, és akkor folyamatosan kapjátok a kulcsot, Krizmont is lehet már kapni, tehát az összes kulcsot ott össze lehet gyűjteni. Ami még nagyobb újítás, hogy most már egyből bekerült mind a 15 generátor szint, ugye, eddig folyamatosan egyen növekedett, most már mind a 15 bekerült, és lootboxban nyitható az összes, viszont random adja oda, tehát ja, aki akar, nyugodtan vehet lootboxot, és nyitogathatja a generátorokat, ugye a 15-ös az már, ha jól emlékszem, 4 vagy 5 soros, tehát nem kell olyan gyakran kivenni belőle a kulcsokat, és nem a kulcsokat, de a töredékeket. Hogy még sok ember nem tud, egyébként a Texas ládák ismét működnek, már egy nem is tudom mióta, tehát egy hónapja bőven működnek ismét, ugye most már működik ez az új rendszerre, mert ugye az ott a rendszerváltás lett. Ezáltal most már stabilan működik, és mint látjátok, 19 és 20 TPS között van folyamatosan a szerver, ami tökéletes. Amiről még talán sok ember nem tud egyébként, és ezt is akartam mondani, hogy lettek eventek, ami 70 játékosra elérhető, tehát húzzátok fel magatokat, és gyertek fel, és akkor folyamatosan lesznek eventek, amiből V-t lehet nyerni, és nem is olyan kis mennyiséget egyébként, 100 V-t lehet nyerni, ha jól emlékszem, minden eventnél. Ami azért, valljuk be, azért 10 menni az már ezért, tehát az, abból már lehet vásárolni dolgokat. Úgyhogy csak játszol egy pár más, hát nem másodperces, de pár perces meccset. Ugye run esetleg, vagy split, vagy valami, tehát végig kell menni a pályán. Hogy éppen nem szabad lezuhannod. Tehát elég jó, azért valljuk be. Na viszont át akartam térni egy másik dologra, hogy mi fog még beérkezni. Ami update, ugye 6.0-ban mondtam, hogy a dungeon láda mindenképp update-elve lesz, és egy teljesen új dungeon rendszer lesz bevezetve neki. Tehát nem csak annyi lesz, hogy új a dungeon láda megújul, hanem teljesen egy új fán rendszer lesz behozva, ami által lehet szerezni majd még több dolgokat, és új speciális tárgyak fognak bejönni, ami az elég menő. Közben itt egy vödör, aki meleg, látjátok? Nem bír magával. Igen, te. Amit biztos akartam mondani, hogy DC-re nyugodtan lehet írni ötleteket, tehát én folyamatosan nézem és reagálok is rá, tehát nincs egyetlen egy olyan ötlet ott a szobába, amire nem lenne reagálás. Vagy negatív, vagy pozitív, hogy elfogadom, vagy nem fogadom el, de nincsen, nem hagyom ott az ötleteket, hogy most a szegény játékosok azt higgyék, hogy úristen, nem is látta az ötletemet, de nyugodt láttam, és egyből válaszolok is rá, amint láttam, hogy most ez jó lenne, vagy nem lenne jó, és felírom a listára, ugye, amit el tudtak ti is érni, ott van egy link, azt hiszem, abban a szobába, ott egy publikus link, és akkor ott a listát meg tudjátok nézni, és akkor ott folyamatosan update-elem, hogy most melyik update jött be, vagy melyik fog, meg ilyenek. Ha már káoszról van szó, ugye a káosszal kapcsolatosan mondom, tehát az egész meg lesz újulva, most is egy újítás jött be, ugye, hogy az outpost most már naponta van, cserébe több kulcsot kaptok.
És ugye van az Envoy Event, na az Envoy Event is update-elve lesz mindenképp, hogy megérje oda menni és szerezni a ládákat, főleg a defa játékosoknak, ugye, hiszen alapból nekik lett kitalálva az Envoy. Egyelőre ennyit tudok mondani nektek, ami biztos, olyan dolgot nem akarok mondani, ami nem biztos. Tehát, térjünk rá a videó lényegére, ugye, akik élőben nézik, tehát Premiere-be, azok nem tudták eltekerni, akik viszont eltekerték, azok ejnye-ejnye, nem hiszem el, miért tekerted el, na mindegy. Tehát, a spawner nyertese, nem fogom ilyen könnyen elmondani, tehát annyit kell tudni, hogy a legtöbb spawner, ugye lett itt, mindjárt mondom hány spawner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 féle spawnerre lehetett szavazni. Ebből a leggyengébb szavazatot a Cave Spider kapta. Hát ez azért nem nagy meglepetés. Következő leggyengébb szavazatot a Magma Cube kapta. Ez se volt akkor meglepetés. Utána, ez viszont kicsit nagyon meglepetés volt, mert azt hittem többen fognak erre szavazni. A Creeper kapta a legkevesebb szavazatot. Utána az Enderman. És maradt három spawner, ugye a Guardian, a Big Zombie és a Witch. Na és ezek közül valamelyik nyert. Vajon melyik nyerhetett? Hát ez jó kérdés. Mi? Második helyezett lett a három közül a Guardian. Tehát vagy a Witch, vagy a Pig Zombie lett a top 1, azaz az új spawner. Viszont a top 1 nem más, mint a Witch lett. Tehát a Witch lesz az új spawner a szívek lovon. Amit mindenképp kell tudni a Witch spawnerről, hogy nem úgy lesz, mint az Enderman, vagy hogy mondjam, tehát úgy lesz, mint az Endermind meg a Silverfishnél, mikor bejöttek, hogy az előző spawnerek kevesebbet hoznak ugye ezáltal. Ez most is érvényben lesz, hiszen ez, tehát így van kitalálva a rendszer. Akinek tetszik, annak tetszik, akinek nem, adnak nem. Én kiírtam előre, hogy ez így lesz megcsinálva ugyanúgy, hogy bejön egy új spawner, akkor nyilván a többi az kevesebbet fog hozni, hogy ne az legyen, hogy folyamatosan hozzuk be az új spawnereket, és a végén már az utolsó spawner az már egy kúkat fog hozni 5 percenként. Mit tudom én, egy darab spawner, tehát értitek a lényeget, na mindegy. Annyi viszont biztos, hogy kicsit ez másabb lesz ez a spawner, mint az Endermite. Ugye ez is vés spawner lesz. Annyival lesz másabb viszont, hogy ezt előbb el lehet érni több helyen. Tehát akár majd lehet envoyon is kisebb mennyiségben elérhető lesz, majd meglátjuk. Ami viszont biztos, hogy ehhez nem kell annyi spawner, hogy sokat termeljen. Tehát még Endermite-nál ugye a webshopban lehetett venni 1 milliókat, meg nem tudom, 100 milliókat, 1 milliókat, 100 milliókat, 400 milliót ilyeneket. Na, most itt sokkal, de sokkal kevesebbet kell venni ahhoz, hogy termeljen. Ezáltal kisebb csomagok is lesznek. Emiatt, ja. És ugye ezeket lehet majd későbbiekben upgrade-elni, egyenlőre nem lehet upgrade-elni, tehát egyenlőre simán csak az adott sima spawner lesz elérhető, később majd viszont upgrade-elni lehet. Na mindegy, köszönöm a figyelmet, nyomassatok egy nagyon nagy lájkot, iratkozzatok fel, és lehet, hogy jönnek a videók, yay, vagy a live-ok, ki tudja. Na, sziasztok!